Kényes téma következik. Mi van akkor, hogyha a szervízben elvégzett munka szerintünk nem megfelelő, de a szervíz szerint az? Itt van velünk dr. Barta Anita, az autójogász. Mit tehetünk? Karbantartási, illetve javítási munkák esetében, amennyiben az meghaladja 20 000 forintot, ebbe beletartozik maga az anyagköltség és a munkadíj, és nyilván ez az áfa tartalom is, ez egy bruttó összeg, akkor a szerviz az egy 6 hónapos kötelező jótállásra tartozik. Mi a helyzet a garanciával az autó alkatrészeknél? 6 hónapot ír elő a jogszabály. Gyári alkatrészekre ennél jóval többet vállalnak, általában egy, illetve 2 év közötti időtartamot. Örök vita, márka szerviz vagy márka független szerviz? Én nem mondom azt, hogy márka szervizbe kell vinni a gépjárművet, de mindenképp egy olyan szervizt kell választani, amely a modern kor követelményének megfelel. Jelenleg az Európai Uniós csoportmentesítő rendelet érvényben van, és ennek a célja az, hogy ne kötelezzék a tulajdonosokat arra, hogy a gépjárműket márka szervizbe hordják, de azt is látni kell, hogy a legjobb feltételek és a legbiztosabb háttér egy márka szerviz keretei közt van meg. Nagyon fontos az, hogy amennyiben egy szerviz gondatlan munkavégzéssel és hibás alkatrész felhasználásával kárt okoz, köteles azt megtéríteni.